ringbe szálltál, mikor döntötted el, hogy újra jelentkezel a dalba? Hát nem sokkal a leadási határidő előtt, de nagyon lelkes vagyok, és hatalmas megtiszteltetés ez, hogy harmadik éve sikerül mindig bekerülnöm, ez hihetetlen, nagyon örülök. Kivel beszélted meg előtte, hogy pályázza újra a dalba? Hát ugye nyilván a zeneszerzőmmel, Tóth G. Zoltánnal, ugye együtt készítettük el tavaly a We All című dalt is, és az idei World of Violence címűt is ő írta. Most már mondhatni rutinos vagy, hiszen nem ez az első dal szereplésed. Hogy készülsz az ideire, illetve ami jövőre lesz? Hát igazából ötletelgetünk, milyen legyen a ruha, milyen legyen a vetítés. Nyilván gyakorlom a dalt, énekelgetem sokat, memorizálom, próbálom egyre jobban átérezni. Mondjuk nem nehéz, mert imádom a dalt, úgyhogy így. A Viahoz képest ez mennyire áll hozzád, közel mennyire a te stílusod? Nagyon közel áll hozzám, mondhatom azt talán még, hogy közelebb. Nagyon szeretem, teljesen más oldalamat tudom ebben a dalban megmutatni. Ez egy lírai, mélyebb mondani valójú dal, szimfonikus hangszereléssel, gyönyörű. Nekem amikor először mutatta Zoli, én elsírtam magam, úgyhogy remélem, hogy sokakból majd ilyen hatás vált ki. Egy kicsit olyan érzésem van, mintha ezzel a dallal azt tükröznéd, hogy komolyabb lettél, vagy felnőtt lettél. Ez mennyire tükrözi ezt a dal? Nem tudom, szerintem mindenkinek vannak komolyabb pillanatai, és mindenkinek vannak gyerekes pillanatai. Tehát, hogy én még mindig szerintem ugyanolyan kislány tudok lenni, és ugyanúgy, nem tudom, ugyanúgy eljátszogatok a keresztlányommal, vagy nézek vele egy mesét, de igen, azt érzem én is, hogy ezért kezdek érni, és most vagyok talán érett arra, hogy egy ilyen dalt elénekeljek. Ez a színpadon mennyire fog megnyilvánulni, hogy egy kicsit komolyabb irányba indultál? Hát erről még nem szeretnék olyan sokat elmondani, addig még sok idő van. Nyilván azért látszódni fog, de nem leszek díva. Tehát, hogy én soha nem leszek egy ilyen díva karakter szerintem, aki tűsarkúba és hatalmas habos-babos estébe áll ki a színpadra. Ez nagyon nem az én világom, de megpróbáljuk tükrözni majd ezt nyilván egy kicsit. Cipő lesz rajtad? Valamit árulj el nekünk, légy szíves. Nem mondok semmit, nem tudom, de amúgy tényleg nem tudom még, hogy lesz-e. És ezt mikor fogjátok megbeszélni, vagy van-e valami elképzelés? Biztos van valami elképzelés? Nekem vannak az elképzeléseim, de hát ezt nem mondhatom el most, hát akkor most mindenki megtudja az elképzelést, akkor mit fogok kezdeni? Nem szeretnék még róla semmit elárulni, de bízom benne, hogy jól fog sikerülni, és a tavalyihoz méltóan állhatok ki arra a színpadra. Ha már december, karácsony, ez kihagyhatatlan kérdés, nálad hogy fog zajlani? Ja, én imádom a karácsonyt, imádom a karácsonyi vásárt, a sütögetést, otthon a barátaimmal lenni, forró csokizni, úgyhogy nagyjából így minden hétvégén vagy iskola után, amikor van időm, akkor áthívom a barátnőimet, barátaimat, sütögetünk, készülünk a karácsonyra, de szenteste meg nyilván a családom. Annyit mondom ma, hogy nyilván a családom körében fog majd zajlani. Kivágjuk. Jó, köszönöm! És ugye karácsony követi a szilveszter, új év, szilveszteri bulizással hogy állsz, és újévi fogadalmad van-e, vagy lesz-e? Hát az van, hogy elutazunk a családommal, úgyhogy nem leszek itt szilveszterkor, de már megbeszéltük a barátaimmal, hogy tartunk egy utószilveszteri bulit visszaszámlálással, meg minden, hogy én sem maradjak ki ebből. Fogadalmak? Hát én mindig megfogadom, hogy odafigyelek az étkezésre, sokkal többet sportolok. Általában amúgy be is tartom ezeket, de hát azért néhány kis sütögetés és bűnözés azért becsúszik. Hát az ünnepek alatt nyilván, ez egyértelmű. Ugye mostanában elég sok profi fotót posztolsz ki magadról, amit ugye fotósok csinálnak rólad, és ha nem tudnám, hogy énekesnő vagy, azt gondolnám, hogy modellkedsz. Ezzel soha nem gondolkodtál ezen, hogy esetleg ezen a pályán egy kicsit kipróbálod magad? Igazából ezek a profi fotók most azért vannak, mert készül a nagy lemez, és ugye ahhoz kellett egy új fotóanyag, amiből néha megosztogatok egy-két képet. A modellkedés pedig... De gondolkoztam rajta korábban, aztán elmentem egy modellválogatásra, ahol nekem ilyen nagyon negatív élményem volt. Úgy éreztem magam, mint egy tárgy, hogy nem éreztem azt, hogy én ebben ki tudnám fejezni önmagam, úgyhogy nem, a modellkedés nem az én világom, de nagyon tisztelem a modelleket, mert szerintem hatalmas alázat kell ahhoz, hogy kibírják azt, amit művelnek velük, tényleg. De hát nyilván. Ez ragadós, szóval.
azért az énekes nőknek se egyszerű a története, hiszen fellépésről fellépésre készülni a koncertekre, azért ott is megvan az, hogy rengeteg munkával jár és lemondással, nem? Igen, de azért van beleszólásod a dolgokba, tehát hogy megmondhatod egy stylistnak azt, hogy nem, én, nekem ez ne haragudj, ez a ruha, ez annyira nem tetszik, de ha egy modell vagy, akkor te vagy ott a termék, akire ráadják azokat a ruhákat, amik nem tetszenek neked, vagy úgy kell kimenned egy kifutón, hogy végig ilyen fejet vágsz. Én, nekem ez nem menne. De a Victoria's Secret Show-t most is megnéztem, és hát az csoda. És nem hiányzott onnan szerinted Palvin Barbie? De! Amúgy igen, de Mihaly Kenikő is gyönyörű volt. Úgyhogy legalább képviselte valaki Magyarországon. Ennyi. Hát köszönöm szépen az interjút, és itt eltértünk a tárgytól, Victoria Secret Show és a dal 2015. Köszönöm szépen. Köszönöm, szia. Hello.